A vénasszonyok nyara küszöbén, verőfényes napsütésben rendezték meg az idei pusztahencsei szüreti felvonulást, mely a település egyik legjelentősebb eseménye, mondta Lengyel Jánosné polgármester. Hát hosszú éveken keresztül csak ez volt az egyetlen nagy rendezvénye a településnek. 97-ben kezdtük feleleveníteni a régi szokásokat, és azóta minden évben megrendezzük a szüreti fesztivált, szüreti felvonulást, és hát pár évvel ezelőtt még falunapunk nem volt, ezt tekintettük falunapnak, és ez volt a legnagyobb rendezvénye a falunak. Megmozgatja az egész lakosságot, sőt a környező településekről is nagyon sokan ellátogatnak ide a pusztahencsei szüreti felvonulásra. A rendezvénynek már jól bejáratott koreográfiája és forgatókönyve van. Az útvonal évek óta változatlan, így a nézőközönség is előre eltervezheti, hogy hol kívánja megnézni a felvonulókat. Minden évben ugyanaz, az útvonal az szinte az összes utcába végigmennek, vannak fogatok, csikósok, illetve gyalog mennek a táncosok végig a falun. A meghívott csoportokat tekintve történtek némi változtatások, hiszen idén más meghívott vendégek vettek részt a felvonuláson. Adonyról érkezett egy csoport, illetve Budapestről érkezett egy csoport, ők viszont visszajárók, tehát ők már több éve fellépnek nálunk, illetve a helyi néptáncsoport, a Vadvirág táncsoport. A tisztségviselők az idején bíró Rafajsz István, bíróné Jantó Anikó, a Jáger Jágerné, Merényi Adrián és Kanik Zoltán, aztán az Öreg Csősz és Öreg Csőszni, az pedig Hanák Norbert és Somogyi Rozália. Hát a rutin már megvan ennyi év óta, és hát a régi előző évekhez hasonlóan mindig egy előzetes megbeszélést szoktunk tartani, ahol akik segíteni szeretnének, megjelennek, és akkor megbeszéljük, hogy merre megy a menet, ugyanis hát ezt is el kell mondani, hogy így gyalog mennek a felvonulók végig a faluba. Megbeszéljük, hogy hol lesz megálló, merre megyünk, és ki mit, mivel járul hozzá a rendezvényhez, ugyan díszítés, sütemény, sütés egyebekbe. Ugyanúgy történt az idén is. Hát az idei évben egyetlen egy dolog van, ami sajnos nem kaptuk meg az atomerőműtől a rendezvénysátrat, de úgy tűnik, hogy az időjárás kegyes hozzánk, úgyhogy reméljük, hogy nem lesz eső, akkor nagyon jó lesz a szabadtéri rendezvény. A megállóhelyek egyike a Bagóhegyi bolt előtti terület volt, ahol először a kisbíró Borsza András kurjantotta el magát. Aradik tudtára, tisztelt falu népe! Kezdetét veszi a szüret ünnepsége! Elmúlt egy év, és mi újra itt vagyunk, hogy a falu lakóival együtt mulassunk. Milyen tisztelt egybe gyűltek, kik utcára menekültek? Aratig tudtára, kicsinek és nagynak. Kinek van még füle, kikiáltom annak. Régóta fontos dolgom nékem, hogy mi történt Hencsén, rendre elmeséljem. A tavaszt várván márciusba beavasztunk egy-két napra. A központban megújult a kultúrháza. A programok zajlanak szépen sorjába. Híreink véget értek mára. Este lesz a falu idei szüreti bálja, ahol a belépőt mindenki maga állja. Jöjjön tehát, akinek bírja a lába. Menjünk együtt a szüreti bálba. A kisbíró rigmusai után a táncosoké volt a főszerep, akik ezúttal is színvonalas és vidám utcai műsorral szórakoztatták a nézelődőket. Az esemény egyik fénypontja a bíróné Jantó Anikó kikérője volt.
A szüreti sokadalom szószólója ezúttal is Csonka Sándor hivatásos vőfély volt, aki ékes szavakkal kérte ki Rafalsz István bíró számára a bírónét. Jó napot adjon Istenet tisztességes, becsületes hajlékba! A kedves bírónét adják ki most nékünk, hogy a szüreti mulatságba eljöhessen vélünk. Majd vidám életben, tartós boldogságban, éljen ő boldogan szerelmes párjával. Itt van a mi bírónk, ő is megérkezett. Tessék, kedves bírónénk, egy puszi keretébe, fogjon vele kezet! Isten hozott benneteket! Isten hozott benneteket, haladjatok le! A nagyszámú szüreti sokadalom késő délutánra végzett a falu körbejárásával. A nap további részében szőlőlopás, színpadi műsor, majd egy hajnalig tartó bál következett az Ikarus zenekar közreműködésével. Így zajlott az idei pusztahencsei szüreti felvonulás. Aki nem hiszi, járjon utána!